Önök a Híradót látják 8 órakor, Imre Balázs vagyok, jó reggelt kívánok! Versenyt futnak a Zuzmara képződéssel itthon az áramszolgáltatók munkatársai. A ködös, egész nap fagyos időben helyenként több centiméter vastag zuzmara és jég fette be a vezetékeket, illetve a fákat tegnap is. A látvány ugyan csodaszép, de több mint 20 000 háztartásban áramszünetet okoztak a leszakadó vezetékek. Békésben és Bács-Kiskunban a legrosszabb a helyzet. És amíg marad a hideg, már pedig a keleti és északkeleti megyékben marad, addig tovább hízik az zuzmara, így a helyzet csak lassan javul majd. Letört faágak, kidőlt kerítés és elszakadt áramvezetékek. Így néz ki Kecskeméten és a környező településeken több utca is. Az zuzmara és a megfagyott csapadék súlyát nem bírták a nagy feszültségű vezetékek, több is leszakadt a súly alatt. Ezzel pedig több ezer otthonban ment el az áram. Vannak olyan lakások, ahol már több mint két napja szünetel a szolgáltatás. Ennél a kecskeméti családnál például még vasárnap délelőtt sem volt áram, ezért a fűtés sem működött. A főzést így tudtuk megoldani, hogy a gázpalackot előkerestük, és így tudtam tegnap a családnak megfőzni az ebédet. Az édesanyja azt mondja, egész hétvégén ingadozott a szolgáltatás. Péntek délután kezdődtek ezek az áramkimaradások, ami aztán estére pénteken rendeződött. Éjszaka még volt áram, de szombaton délelőtt olyan 10 óra felé elment, és azóta egészen hajnali 2-ig nem jött vissza az áram, illetve az utcán a közvilágítás az késő este az visszajött, de a házakban nem volt áram. Nálunk hajnali 2-től egészen 4 óráig volt áram, az idő alatt a kazán föl tudta újra fűteni a házat, és hajnal 4 óra óta megint nincs semmi. A szülők ezért úgy döntöttek, a gyerekeket elviszik a nagyszülőkhöz, hogy meleg vízben tudjanak megfürödni. Nem csak Kecskeméten okoztak problémákat az elszakadt vezetékek, hanem például Kiskunfélegyházán is, valamint Békés és Bács-Kiskun megye több részén is. A szerelők megállás nélkül dolgoznak, már több mint 10 000 méternyi vezetéket cseréltek ki. A Nemzeti Közművek ZRT közleményében hangsúlyozta, hogy a mai napon több tucat szerelő csapatuk dolgozik a meghibásodások kijavításán darus és emelőkosaras autókkal. Gajazó egységek is segítik a munkájukat, és megerősített telefonügyfelszolgálattal várják a hívásokat. Az elmúlt 24 órában több mint 2 000 hívást kellett fogadniuk. A tél okozta károkat folyamatosan javítják, és remélik, hogy hamarosan helyreáll a rend. Azonban az időjárás egyenlőre úgy tűnik, hogy nem segít, hiszen továbbra is maradnak a tartós mínuszok, és csapadékra is lehet számítani. A munkájukat nehezíti, hogy a vezetékre fagyott dérés zuzmara napközben sem olvad el, így a jégréteg folyamatosan vastagodik, ami növeli az újabb vezetékszakadás kockázatát. Közben pedig 4 északkeleti megyére adott ki első fokú figyelmeztetést a tartós sűrűköd miatt a meteorológiai szolgálat. A térképen láthatják sárgával jelölve ezeket a területeket. Az ország ezen részein délelőtt néhány száz méterre csökkenhet a látótávolság, és ónos esőre, valamint hószálingózásra is számítani kell. Nem sikerült tűzszünetet kötni, abban viszont megállapodtak a nagyhatalmak képviselői Berlinben, hogy az eddiginél szigorúbban betartják a Líbiával szembeni fegyverembargót. Az unió számára létfontosságú a líbiai helyzet mielőbbi békés rendezése. Az észak-afrikai ország partjaitól indulnak ugyanis az illegális bevándorlókat szállító csónakok. Az utasokat többnyire a különböző NGO-k hajói veszik fel és hozzák Európába. Az új bevándorláspárti olasz kormány engedélyével pedig már kivétel nélkül ki is köthetnek. Továbbra is százával érkeznek a migránsok a déli határhoz. A hétvégén több mint 330 bevándorló próbált bejutni Magyarországra. A rendőrség adatai szerint pénteken tartóztatták fel a legtöbb illegális bevándorlót a határt védő rendőrök és katonák. Akkor több mint 110-en akartak átjutni a déli határon. Szombaton 85-en, vasárnap pedig 41-en próbálkoztak. A migránsok mellett 6 embercsempész ellen indult eljárás. Az elmúlt héten az ország területén csaknem 700 migráns tartóztattak föl, és kísértek vissza a rendőrök a biztonsági határzárhoz. A polgárőrök stratégiai partnerei a kormánynak segítik az ország védelmét, és részt vesznek a határvédelemben is. Ezt mondta a kiemelt társadalmi kapcsolatokért, ügyekért felelős miniszterelnöki megbízott. Nyitrai Zsolt úgy fogalmazott, hogy a kormánynak az ország biztonsága az első, a határvédelemre pedig továbbra is szükség van, mert napról napra egyre több bevándorló akar átjutni a magyar határon.
Hangsúlyozta azt is, hogy a migráció rontja Európa biztonságát, nőtt az erőszakos bűncselekmények száma és a terrorveszély is. A határvédelmi munkában a polgárőrök önkéntesen, szabadidejükben vesznek részt. Az a munka, amelyet a polgárőrök végeznek, az önkéntes munka, ingyenes munka, szabadidő terhére történik. Egy nagyon komoly közösségi feladatot látnak el a polgárőrök. Azt is mondhatjuk, hogy a polgárőri munka, a polgárőrség az egy modern hazafiságot jelent. Elfogadhatatlan, hogy a bűncselekmények elkövetői kártérítést kapnak, miközben az áldozatok nem. Erről beszélt az Igazságügyi Minisztérium államtitkára a Kossuth Rádióban. Völner Pál szerint, ha a bíróság meg is ítéli a pénzt a raboknak, kötelezővé kellene tenni, hogy abból fizessék ki a bűnügyi költségeket, a korábbi tartozásokat, vagy akár az áldozatoknak járó kártérítést. Mi úgy érezzük, hogy mi a választópolgári igényeknek kell, hogy megfeleljünk egy ilyen szabályozásban, és nem egy ilyen elvont hívnek, aminek most már ilyen hólabda hatása van, és egyre több eset, és egyre több igény, és egyre nagyobb összegekről beszélünk. Tehát a való a szabályozásban, a bírósági gyakorlatban kellene visszatérni a valóság talajára, és ezt a soros szervezetek által generált örökös jogkiterjesztési folyamatot valahol meg kellene állítani, és visszatérni a józanész diktált a keretek közé. A Fidesz szerint Budaörs vezetése magára hagyta azt a 12 beteget, akik a helyi magánkézben lévő egészségügyi központban fertőzést kaptak szemműtét közben. A budaörsi Fidesz elnöke emlékeztetett, hogy a betegeken további szemműtéteket kellett végrehajtani a Szent János kórházban, ahol kiderült, hogy többen maradandó károsodást szenvedtek. Cucor Gergely úgy tudja, hogy a műtét utáni két hétben senki sem kereste fel a betegeket a privatizált budaörsi intézménytől. A helyi Fidesz még január elején kérdések tett fel Budaörs polgármesterének, Wittinkhoff Tamásnak az ügy kapcsán. Válaszokat azonban csak részben kaptak. Tervezi a város vezetése a betegek felkeresését és a segítségnyújtás valamiféle felajánlását a részükre. Érez-e személyes felelősséget Wittinkhoff Tamás a kialakult helyzetért? Hiszen saját bevallása szerint is baráti kapcsolatok mentén lett az üzemeltetés újra magánkézbe adva. A Budaörs Egészségügyi Központ 2016. novemberében még ideiglenesen, majd 2018. januárjában 10 évre a Jump Consulting Kft. Tulajdonosának. Tervezi-e felülvizsgálni az üzemeltetési szerződést a városvezetés, hogy a jövőben elkerülhetőek legyenek hasonló esetek? Az elmúlt 25 év legsúlyosabb sáskajárása okoz gondot Kelet-Afrikában. Vannak olyan rajok, amelyek 60 kilométer hosszúak, mindent megesznek, ami az útjukba kerül, így a térség élelmiszerellátása is veszélybe kerülhet. Egyetlen raj egy nap alatt annyi növényt fal fel, amennyi 35 ezer embernek elég lenne. Viharfellekként hömpölygő árny borul a kenyai jégboltra. A kelet-afrikai országon átvonuló sáskahad szinte a napot is eltakarja. A 60 kilométer hosszú és 40 kilométer széles sereg szisztematikusan fosztja ki az egyenlítői ország sovány legelőit. Nyomukban csak a pusztulás marad. Pillanatok alatt lerágják a teljes növénytakarót. Nem válogatnak, a gazt és a takarmányt is jó étvágyjal fogyasztják. Egy raj egyetlen nap alatt annyit tud enni, mint 35 ezer ember. Félő, hogy visszafordíthatatlan károkat okoznak az afrikai ország élelmiszerellátásában. Nagyon sok pásztor él itt, és sok jószág. Több mint 200 ezer szarvasmarha és megszámlálhatatlan kecske, teve. Mind ezektől a legelőktől függenek. Ha elpusztulnak, az katasztrofális veszteség lesz számunkra, mondta egy helyi férfi. A helyiek tehetetlenek, jobb hiány botokkal és saját testükkel próbálják felvenni a harcot a hódítók ellen. A hatóságok a sáskák saját fegyverét próbálják ellenük fordítani, a levegőből támadják a rajt. Maga biztosan mondhatom, meg fogjuk nyerni a csatát. Megnöveltük a bevethető repülőgépeink számát, és nagyon hatásos vegyszereket sikerült beszereznünk. Én magam is részt vettem az egyik írtásban, mondta bizakodóan az Agrárminisztérium államtitkára. Az elmúlt negyed század legsúlyosabb sáskajárásában akár napi 200 tonna növényzet is az enyészetté válhat, a kieső takarmány pedig az állatállományt is pusztulással fenyegeti. Az Élelmezésügyi és Mezőgazdasági Világszervezet arra figyelmeztetett, az élelmiszer kiesés milliókat fenyeget éhínséggel a kelet-afrikai országban.
Rohamosan terjed egy rejtélyes vírus Kínában. Vasárnap először 17, majd az éjszaka folyamán újabb 139 új fertőzést ismertek be a hatóságok. Az áldozatok száma is emelkedett, hárman már biztosan az újfajta fertőzésben vesztették életüket. Egyelőre nem tudják, hogy honnan ered és hogyan terjed a betegség, de egyre valószínűbb, hogy emberről emberre cseppfertőzéssel, ezért rendkívül nehéz megelőzni a további terjedését. Tájföldön és Japánban is kimutatták már a kórokozót, szakértők szerint azonban egy globális járványra kevés az esély.